Dicső Zsolttal egy boldog kedden beszélgettem a kezdetekről, hogy kik milyen módon motiválták az írásra. Karakteres szakállának történetét is megtudtuk, és többek között azt is, hogy hogyan szokott alkotni. Szüleim úgy zavartak le, hogy menjél le focizni, mert mindig olvastam. Tehát igen, elég korán elkezdtem, és nagyon sokat olvastam. Szerettem. Aztán általános iskolában, főső tagozatban volt egy csodálatos napközis tanárnőnk, a Gyurcsák Éva néni, és ő jegyezte le az első zsengéimet, hogy akkor kezdtem, de hát akkor még csak ilyen csasszuskák, bökversek, tehát amiket írt, meg szerelmes verseket, mert hát ilyen egy főső tagozatos szerelmes. Tehát őt nagyon szeretem, mert ő hagyott él lenni. Tehát az a nagy poroszos nevelés, ami annak idején volt, tehát ugye ez a 60-as évek végéről beszélünk, ez nem volt divat, de ő hagyott. Aztán, Isten igazából gimiben kezdtem el verseket írni, de ott is csak játékból. És volt egy osztálytársnőm, a Német Ági, szegény már meghalt, ő magyar tanár lett, és ő benevezett a diákírók találkozójára, ez Sárváron van, nem tudom, két évente, és ott kategóriákban a legjobb tizet, vagy ötöt, nem tudom már, nem emlékszem, hányat hívnak meg. És akkor mondta, hogy hát benevezett. Hát mondtam, tehát itt kötött versformák, meg írni kell, meg hát biztos meg tud csinálni. És akkor, hát, hogy ne hagyjam őt cserben, hát írtam kötött versformák, meg kellett nézni, mert elvileg tanultam már, de hát ki tudja azt. És akkor kezdtem el Isten igazából komolyabban írni, meg akkor keresett meg a Csányi Laci bácsi, aki főszerkesztő vagy szerkesztő volt a Népújságnál, az irodalmi rovatot szerkesztette, és akkor föl kellett hozzá járni, tanított verset írni. Tehát ugye ennek is ez is egyfajta szakma, tehát van szakmai része, amit meg lehet tanulni, amiről fogalmam sem volt, és hát ő jelentette meg az első versenyemet, a 74 környékén. A szürke téli hétköznapokon megosszak egy csodát. Egyszer este akkor éppen a tejiparnál dolgoztam, mint gyors és gépkocsi kísérő, beállított egy volt gimis osztálytársam. 10 óra, este 10 óra felé. Érettségi óta nem láttam. Leült és mondta, hogy írsz még verseket? Mondtam, hogy persze, tele van a fiók. Benyúlt a táskába és így ennyi pénzt letett az asztalra. Most már rendszerváltás volt, ki lehet adatni a verseket. Adast! Annyira meglepett, hogy se a címét, se a telefonszámát nem kértem, mert elment, elköszönt, és ott hagyott. És másnap felhívtam a Komjáti Tamást. Tamás, itt volt a Józsi, és itt hagyott ennyi pénzt, hogy adjuk ki Komjáti. Menjünk ki, adjuk! 1500 példányban! Mondom, 1500 példányban? Juhász Ferencet most adták ki 300-ba, kétszeres Kossuth-díjas, 1500 példányban. Hát így jelent meg az első kötet. 75 óta van szakállam, kivéve két évet, mikor nagyon védenem kellett a hazát, mert nélkülem jöttek volna a nyugatról is elfoglalták volna az országot. 75-ben érettségiztem, és hát valljuk be őszintén, nem vagyok, most már így nem vagyok annyira büszke rá, hogy nem nagyon tanultam az érettségire, és akkor közeledve az érettségi, elhatároztam, hogy hát, hogyha sikeresen leérettségizek, akkor nekem szakállam lesz, és úgy nő, hogy akar, nem fogjuk vágni, meg nem, szabadság lesz neki is. És hát természetesen leérettségiztem, és azóta van szakállam. Én mindig alkotok, tehát én ilyen cettizős vagyok, tehát bárhol, bármikor megállok és leírom. És akkor ezekből a cetlikbe előkerülnek, és aztán persze teljesen más jön ki belőle, mint amit akkor akartam, az akkori hangulatban fölírtam, és hát sokszor voltam úgy, hogy ezt mi a fenének írtam föl. Fogalmam nem volt, mert ugye eltűnt már az a helyzet, az a pillanat, az az ihlet. Dönci szerint a világ nincs kész, és akkor ennek akkora sikere volt, hogy akkor évekig jártak a nyakamra, hogy de írjak még, mondom, de én csak egyet akarom, de írjak még, mondom, jó, írok még. De akkor jött Patont, és akkor mondta, hogy de írjunk olyat is, ami rímes, és állatokról szól. És akkor mondtam, hogy jó, írjunk, ez az írjunk, ez azt jelenti, hogy ő megmondta, hogy milyen állat, és akkor
megírtam. És akkor megvolt már egy jó pár, és akkor nézegettem, mondom, hogy egy ABC-t kéne csinálni, mert az ABC fele már megvan. És akkor kerestünk állatokat együtt, és akkor mondtam, két betűre nem találtam, arra kitaláltam én állatot, és akkor így összeállt a hasonállatok ABC-be, ez lett a cím, hogy akkor sorakozó hasonállatok, gyerünk ABC-be. És akkor ebből kettős kötet lett, ugye, lett a klasszikus gyerekversek, ez a világgá maradok dönci pár beszéde, és a másik fele pedig a hasonállatok ABC-be. Így a dönc is belement, Botond is belement, a kiadónak meg nem volt más választása, rábólintott, és így. Úgyhogy most gyerekversek egy kis szünet, elkezdtem összeszedni a úgymond felnőtt verseket, bár szerintem ezek is felnőtt versek. És akkor így jelent meg tavaly 16 év után a valami-valami ezt hozzáér, a felnőtt versek. Mert az éveket elvitte a három gyerekkötet. És ez jelent meg, ez volt az utolsó. Készül a következő kötet. Langsam, tehát csak úgy idővel nem kapkodunk. Előttünk a századok, hogy már Babicsot idézzük. Hát most ez a decemberem húzós volt, jó, elég sok megjelenésem volt. Volt a Magyar Rádió énekkara, énekelt verseimet. Most egy kis nyugszi van, bár januárban az Ambrózia folyóirat hoz le három versemet. Egy kicsit összeszedtem magam az utóbbi fél évben, hogy eszembe jutott, hogy hát írhatnék is. És akkor most elkezdtem megint, és van egy félkész mesekönyv, amit szeretnék befejezni. Zikniről és Zokniról szól a harisnyapárról, akik találkoznak Pomodori Pelatinnal, a hajós kapitánnyal. Tehát nem egy egyszerű történet, ez egy mesekönyv, egy része már megvan. Megjelenünk, hogy hát most éppen a héten mészőnap, mészőjvers és prózamondó verseny, nyáron a Szekszárdi Magasiskola, a Mészőíró Akadémiánk, ami már 11. és a kezdetek óta csináljuk. Őszre pályáztunk egy ilyen egynapos összművészeti fesztiválra. Nagy lelkesedéssel osztotta meg velünk idei évének terveit, de a következő 50 év terveire már csak legközelebb lesz időnk, hiszen előttünk a századok.